Üdvözlök mindenkit! Ez lehet, hogy nem egy olyan videó lesz, amit általában szoktatok látni a csatornám, viszont annál több érték lesz ebben a videóban. Érték, szarul hangzik, angolul value, a magyarul az érték az igazából annyit jelent, hogy fontos, hasznos információt fogok átadni nektek, amit én most átéltem ezen a nap. Ezen a napon kérlek szépen, most mennyi az idő? 1 óra 4 perc. Hajnali 1 óra. Mit kell tudni a mai napról? Két opcióm volt este. Vagy még tegnap este, hogy eldöntsem. Tegnap este eldöntöttem, holnap két opcióm lesz. Vagy megyek az egyetemi csapatommal, egy ilyen csoport, gólyatáborból még össze lett kovácsolva külön csoportok. Én a farkas csoportba kerültem be, nyilván, mert a farkasokban vannak a szexi férfiak, nyilván. Illetve, ugye ebbe a csoportba beírták azt, hogy lesz egy program holnap a Shot Barban. Az egy bár Budapesten belül, nem tudom, tudod mi az a bár? Tudod mi az a bár, nem? Vagy mindegy, lehet inni ilyenek. Gondolkoztam. Két opcióm lesz holnap. Vagy elmegyek, megnézem milyen a Shot Bar, rizzelek egy kicsit, beszélgetek csajokkal, ha vannak. Hála égnek voltak. Nem is akármilyenek. Levettem a cipőmet, kicsit beleizzadt az Air Force-ba a lábam. Ide figyeljetek, dobok nektek egy tanácsot. Ha szeretnétek a stílusotokat, ha szeretnétek a stílusotokat, stílusotok, nem ittam, bazd meg, de nem tudom kimond. A stílusotokat felfejleszteni. Én születésnapomra egy fekete színű Air Force-t kértem. Ebbe beleteszed a lábadat, ez a cipők legteteje az Air Force szerintem. Ha egy velem hasonló korú srác vagy, és jól akarsz kinézni, nem mehetsz rosszul, ha kérsz egy Air Force-t a szülinapodra. Valamilyen cipőt, most kérdezz bármilyen cipőt, de őszintén, ebbe ez maga a maga biztonság, amikor ráhúzod a lábadra. Ennyit erről, vissza a témára. Ugye két opcióm volt, vagy elmegyek a farkas csoportommal ebbe a Shot Barba, vagy otthon ülök a gépem előtt, és tolok egy LOL-t. A LOL az igazából a League of Legends, egy videójáték, amivel játszok. Pusolok még egy kicsit, Platinum 2, Platinum 1, Platinum 3, visszaesek Yorick-kal, vagy ki a rákkal játszok, még Alistar Support. Nem, nem fontos! Két opcióm volt, vagy maradok otthon, lolozok. Nem mondom el még mit tudtam volna csinálni, mert sajnos a szüleim is nézik a videóimat. Nem örültem neki, mikor először meglátták. Lényeg a lényeg, eljöttem. És amit most fogok mesélni, hogy mi történt ebben a Shot Barban, nagyon sok mindent mesélhetnék, kicsit félek, hogy a lányok, akikkel találkoztam, vissza fogják nézni. Ha igen, te készülj föl, az egyiknek üzenem, szerdán megyünk biliárdozni. Ezt csak így előre szólok. Minden esetre elmondom, mi történt. Megérkeztem, autóval mentem, nem iszom. Én nem iszom. Ez... Egyszerűen, én egy olyan ember vagyok, aki szeret emberekkel beszélgetni. Mi a szarért kell még nekem inni? Plusz nem egészséges, bárki bármit mond. Nem egészséges az ivás, most ijac. Nekem egyszer volt egy olyanom, hogy ittam egy saját bulimon, pár csaj leitatott. Aj, az a csaj, aki leitatott. Később el akart hívni minket egy bulira. Aztán kioffolt engem. Az összes üzenetét törölte, amit nekem írt. Szóval most úgy néz ki az én meg az ő üzenete, ha fölfele görgetek, hogy mintha csak én magamnak írtam volna hülyeségeket. Minden esetre az a csaj leitatott azért. Másnap, egész nap. K.O. Ki voltam dőlve. Azt se tudtam, hol vagyok. Szóval egyszer volt egy ilyen nagyobb ivászatom. Másnap, egész nap másnapos voltam, vagy ételmérgezésem lett, tököm tudja. Nem fogok inni. Plusz nem is segített, ha eljutsz arra a pontra, hogy minden emberi lényel beszélgetni tudsz, nem kell neked szaros ital, nem kell. Tudod, milyen jó érzés? Nem kellett ital, én dumáltam a legjobb csajokkal, én összeltem mindennel, még egy nagyon ronda csajjal is dumáltam. Elmondom, hogy történt. Megérkeztünk, beültem. Én voltam az első, aki megérkezett, senki nem volt ott a csoportomban. Azután észrevettem pár csajt, nem a legszebbeket, de azért beültem mellék. Sziasztok, lányok!
Amíg megjönnek a barátaim, szeretnék csatlakozni hozzátok. Mit szóltok hozzá? Volt egy meleg gyerek ott szerintem. Nem mertem megkérdezni, hogy amúgy te meleg vagy, de ezt nem kérdeztem meg. A csajokkal elkezdtem beszélgetni, az egyik csajnak volt egy olyan szokás, hogy a rágóját telefonjára köpte. Na, azt azért megnéztem, mondtam, hogy nem mondtam semmit, csak nevettünk egy jót. Aztán kitoloncolt ez a csoport engem, már nem kellettem oda. Nézelődtem, irogattam az embereknek, hol a francba vagytok, srákok. És igazából nagyon remélem, hogy most van hang. Nagyon remélem, hogy van hang. És megjöttek, kezdtek megjönni az emberek. Joci, megjöttek, kezet fogtam, végre jött a csoport. És hoztak csajokat is, nagyon örültem neki. Észrevettem pár szépen kinéző lányt. És elkezdtem gondolkozni, hogy olyan retekbe. Nem, az első alkalom, amikor észrevettem az egyik csajt, aki úgy megtetszett nekem, az az volt, amikor csak néztem ki a fejemből, mert már ott voltak a srácok, egy csomó srác csak beszélgetett. Olvastam egy könyvben, hogyha ki szeretnél menni, csajozni, ismerkedni emberekkel, ne srácokkal menjél. Ne egy csoport sráccal menjél. Max egy emberrel menjél, akinek jó szociális készségei vannak, tud emberekkel beszélgetni, nyitott, mint én. Én vagyok a legjobb, akit ismerek, bazd meg. Még egy ilyen embert, mint én. Lenne még egy ilyen ember itt mellettem, aki olyan jól tud beszélni emberekkel. Vele együtt mennék ki, minden este, nem minden este, de vele együtt mennék ki. Én félteném a apukák, én félteném az önök lányát, mert lenne még egy ilyen wingman, szárnysegédem csajozásban, mint én, jó magam. Egyedül is alkotok azért egyet-kettőt, de... Szóval igen... Szerez egy barátot, ha akarsz így kimenni, de ne négy sráccal menjél ki, ne öt sráccal menjél ki. Azok a srácok, ez a könyv azt mondta, csak összejönnek, iszogatnak meg, nem tudnak semmi, szociális tudásuk nincs. Isznak egy ilyet, isznak egy kicsit, berúgnak. Én mit csináltam? Kezdtem úgy érezni, hogy csak a srácok beszélgetnek. Persze az elején még én is élveztem, amikor beszélgettem a barátommal. Kinéztem az ablakon. Egyik barátom, plusz három új lány jött. Néztem a csajokat. Az egyik, meg a másik észrevett engem, és rá ide integetett. Hoppá, az egy jel volt. Na jól van. Szedd fel a seg... Na ott tartottam, mielőtt ez a lószar belaggolt és lefagyott, hogy felszedtem a seggemet, csak megtelt a tárhely, letöröltem pár pormót, bazd meg, egy élőben szerzünk csajokat. Eljött az az időszak. Most már élőben szerzünk csajokat, bazd meg. Nos. Felszedtem a seggemet, lementem, aztán beálltam még a sorba, vettem, kértem egy pohár csapvizet, aztán kimentem a lányokhoz. Először beszarta. Minden egyes alkalomnál, amikor oda megyek lányokhoz, egy néha több, néha kevesebb félelem ott van. Tudom, hogy nektek is ott van, mikor oda akartok menni. A félelem az a velejárója. A velejárója annak, hogy nősz, hogy jobb ember lesz belőled, tudom, hogy ez ilyen furán, ilyen hangzik, de fejlődsz, mint egy ember azzal, hogy azokat a dolgokat csinálod, amik félelmet okoznak neked, mert az a félelem, az csak azt jelzi, hogy fejlődsz, mint egy ember. Ennyire egyszerű, nem? Szóval ezért félelemre nem kell úgy gondolni, ezt már sokszor mondtam, hogy jaj, megint félek, ó, de nem szeretem ezt az érzést, fogadd el, mert fejlődsz. Először odafordultam pár barátomhoz, akik kint beszélgettek, cigiztek. Kurvára nem cigizek. Ti se cigizzetek. Az is csak olyan, mint a pornó, vagy kivered, vagy videójátékokat játszol. Ezt egy angol... Mindegy! Ne akarom mesélni még ma a történetet, hazamenni és aludni egy kurva jót. Szóval, ez történt. Beszélgettem azokkal a srácokkal, utána átfordultam a lánycsoporthoz, meg egy sráchoz, és oda mentem hozzájuk. Igen, oda mentem. Összeszedem egy kicsit a gondolatomat, mert annyi mindent el akarok mondani. Oda mentem, köszöntem, bemutatkoztam. Sikerült egy viszonylag élvezetes hangulatot teremteni. Hát én hülye vagyok! Hülye vagyok, basszus! Nem is mentem oda! Az a csoport, az a lánycsoport, akik felkeltették az érdeklődésemet, bementek! Visszamentek, fölmentek, és csocsóztak egyet. Én meg azt mondtam, a kurva életbe, hát már megint elhalasztottam egy lehetőséget. Fogtam magam, elmentem szarni egyet. Felmentem a mosdóba szarni egyet, de
mikor kiderült, hogy nem lehetett bezárni az ajtókat, volt valami részeg nyomorék, aki azt mondta nekem, hogy folyik az orrom, nem azért izéltem az orromat, mert hazudtam. Tényleg volt egy részeg nyomorék ott, aki azt mondta, hogy majd én örködök, tesó, majd én örködök. De, magadat nem tudod megőrizni a sok piától, nemhogy még engem szarás közben. Visszatartottam, még mindig tartom magamban. Minden esetre ott abban a pillanatban eldöntöttem, mert már előzőleg is, amikor a srácokkal beszéltem, én azt mondtam, hogy nem azért jöttem ide, hogy most jó bro, tesó, Bella, mi van veled? Persze, az is jól esett, jó volt hallani a barátaimmal, mi történt, de én azért főleg azért jöttem, hogy lányokkal is beszélgessek. Mert azért, igen, megérted, biztos megérted. Amikor túl sokat dumálsz a srácokkal, és mikor vannak ott jó lányok, jó csajok, tudod az az érzés milyen, hogy azért... Van benned az az érzés, hogy ó, azért már egy kicsit sokat dumáltál a srácokkal, na, hogy már a dikkek között jobban szeretsz lenni, mint a puszi között. Remélem tudod, mit jelent. Nem tudom magyarul szebben, nem tudom nagyon szépen megfogalmazni magyarul, szóval inkább így mondtam. De igen, ez a lényeg. Ezután azt mondtam magamban, na jól van, én is akartam csocsózni, ott van egy srác, meg ott van három lány, az bazd meg, én is akarok csocsózni, ott az a srác, mérges lettem, azt mondtam, na jól van, én abba behatolok abba a csoportba. Ha azt mondják, hogy takarodj innét, Kevin Lee, nem szeretünk, látnunk TikTokon, egy seggfej vagy, okés, adiós, megyek a Place Barba, körbenézek ott, ha nincs ott semmi, hazajövök, akkor is egy győzelemnek tekintem ezt a napot. De persze, nem ez történt. Nagy meglepetésemre, mikor azt gondoltam, hogy szerintem nem fogok tudni beszállni egy csocsóba, mikor négyen voltak, kettő-kettő a csocsó. Nem tudom, tudod mi ez, hogy játsszák a csocsót, de a csocsónak négy fogantyúja van, egy embernek kettő. Na én beszálltam úgy, hogy az egyik csajjal, egy nagyon jó csajjal, osztozkodtunk kettőn, én voltam az egyik, ő volt a másik. Ilyen közel voltunk, nem is tudom hányszor nekem nyomta mellét. Nem az számít, hogy oda mentem, majd ezt mondtam. Sziasztok, srácok! Szeretnék... Mindegy, valami ilyesmit mondtam. A lényeg az, hogy nagyjából mit mondtam, meg hogy mit oda mentem. Sziasztok, szeretnék én is beszállni a csocsóba. Mit megoldható lenne? És aztán néztek egymásra. Szerintem igen. Persze, hogy megoldható, már jöttem is. Na, én ide bejövök. Melyikkel szeretnél lenni? Mert a kapusnak beálltam. Én leszek az egyessel, vagy te leszel a kettessel? Én lettem az egyessel, nem sokat értünk, kikaptunk. Nem az volt a lényeg. Összebarátkoztunk, elkezdtem a lányt így piszkálni egy kicsikét, dumáltam a lányokkal, nagyon jó volt, nagyon jól éreztem magamat, kérdezősködtem, barátkoztam. Ha beteszed magadat ezekbe a szituációkba, akkor egy idő után menni fog. Egy idő után nagyon könnyűek lesznek ezek az interakciók. A lányok is kint vannak este, jól érezni jöttek magukat, nyugodtan beszállhatsz, nyugodtan csatlakozhatsz. Nos, aztán még pár fontosabb történet, nem húzom utána tovább az idődet. Még ami történt, az igazából annyi volt, kettő dolgot fogok még mondani. Az egyik az egy nagyon vicces történet, amit a lányokkal csináltunk, illetve az a történet, amikor megpróbáltam elkérni az elérhetőségüket. Az első, az ugye az volt, hogy csocsóztunk, nagyon jó volt, néha megsértettem a lányt, hogy ilyet mondtam neki, hogy a labdát céloz! Volt egy nagyon vicces, az ellenfélben volt egy varázsló, varázsolt magának egy öngolt, egyik legviccesebb pillanat volt, be volt rúgva az a srác is, és utána leültünk, én észrevettem egy bitang csúnya lányt, egy írtó csúnya lányt, mikor már először bejöttem a shotbarba, észrevettem ezt a lányt. Nagyon csúnya volt, nem tudtam eldönteni, hogy ez fiú vagy lány. Minden esetre azt mondtam ennek a két lánynak, hogy hé, szeretnék oda menni ahhoz a lányhoz, és beszélgetni vele egy kicsit. Telefonozik, ha most oda mennénk, és csak megpróbálnánk beszélgetni, biztos jobban érezné magát, mint hogy most csak kockul. Mert nem azért jött ki, hogy telefonozzon, otthon is tud telefonozni. Meggyőztem a két lányt, oda jöjjön velem egy másik csoporthoz, és beszélgessük. Na ez már magas szintű szociális interakció szakértő szinten vagyok. Azt sem tudom már, mit mondok, de a szociális interakció szakértő az igazából az, hogy bárkivel tudsz beszélni, sőt, még másokat behúzol, és más emberekkel
kinyitod a kaput, hogy beszélgessenek. És végül ezzel a nagyon csúnya lányjal elhívtam, hogy ő legyen az én csocsó partnerem, aztán a két jó csaj, akikkel összebarátkoztam, ők voltak ellenünk. Végül aztán játszottunk egy jó csocsót, és elkezdtem gondolkozni azon, hogy na jó, ideje lenne elkérni az elérhetőségét, hogy majd a hét következendő napjaiban, hogy majd később el tudjam hívni őt mondjuk valahova. És, folyik az orrom, nem azért csinálom ezt, mert hazudok. És igazából az történt utána, hogy elkezdtem gondolkozni, hogy tudnám elkérni az elérhetőségüket, például Instagramjukat. Kimentek cigizni, jó velük mentem, visszajöttek, csocsóztunk. És aztán elkezdtem gondolkozni, hogy a retekbe tudnám elkérni az elérhetőségüket. És megint. Csak meg kellett csinálnom. Cselekedtem. Először azt hittem, hogy azt fogják mondani, hogy á, most bocsi, nem adom meg. Az egyik azt is mondta, hogy hát nekem nincs is Instagramom. Szerinted a mestert át tud verni? Át tudod verni? Nem tudott átverni. Úgy, ahogy van. Bepötyögtem a nevét, beaddoltam. Nagyon jó csaj volt, nagyon jó fej volt. Fogok még vele találkozni. Sőt, szerdán megyünk bejártozni. Még nem tudja. És igazából megint, amikor az Instagramjukat kértem el, azt akartam mondani, hogy nem akartam kérdezni, nem szeretem kérdezni, hanem inkább azt, hogy szeretnélek titeket bekövetni Instagramon. Végül kérdeztem, valahogy valamit csak ki akartam mondani, hogy adják már ide az elérhetőségüket. Aztán mondtam valami olyan, hogy nektek egyébként van Instagramotok? Aztán mondta az egyik, hogy nekem nincsen. És ilyenkor azt hittem egyébként, hogy tényleg nem fogják megadni. Végül mondta, hogy de te tudod az én teljes nevemet? Kevin. Mert észrevették, hogy túl sok minden történt! Észrevették azt, hogy TikTokon, hé, te nem az a Kevin Lee vagy, aki TikTokon csinál ilyen videókat? Én megmondtam, nem az a bátyám! Az a bátyám, imádom megviccelni az embereket. És igazából, ja, elkértem az elérhetőségüket, még ettünk egy pizzát. Most jövök haza, egyik barátomat ledobtam, kidobtam a házuknál. Ez is fontos. Ha nincsenek barátaid, az csak azért van igazából, mert vagy ronda vagy, vagy nem adsz annyit a csoportnak, hanem inkább elveszel a csoportból. Szóval nem adsz semmilyen értéket a csoportnak, mit tudom én például az, hogy vicces vagy. Vagy például az is érték, hogy mersz bárkivel beszélni, és akkor így odamész lányokhoz beszélgetünk. Az is érték a csoportnak, a gengednek, a kis baráti körödnek. Ez is egy módja, hogy mondjuk este eldobtam az egyik barátomat, annak, hogy adtam értéket. Hogy nem elvettem értéket, hogy például hívd már meg egy sörre! Nem elvettem értéket, hanem inkább adtam. És minél többet adsz, annál híresebb leszel. Nem is híresebb, hanem annál érted. Popular. Ennyit tudok mondani. Indulok. Remélem tetszett ez a kicsit másfajta videó. Ha tetszik, ha nem, fogok ilyeneket csinálni, mert tudom, hogy vannak emberek, akik ugyanott vannak, ahol én, vagy ugyanott lesznek majd, mint én, és azoknak hasznos lesz ez a videó. Ha meg nem volt hasznos, tolj egy dislike-ot, tolj egy kommentet, nézd majd a többi ilyen, mikor beszélgetek emberekkel az olyan videóimat, de tudom, hogy lesznek emberek, akiknek ez számítani fog, és fogok tudni nekik segíteni ezzel. Ezért csináltam ezt a videót. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, és ne felejtsétek, vízt igyatok, ne sört, ne piát, ne pálinkát, és ne cigizzetek. A rizmester elmegy szunyálni. Utolsó mondata az az, hogyha most kérdezitek, hogy itt miért nincs csaj, elmondom. 100%-ban biztos vagyok benne, hogy volt egy csajot, akinek ha csak azt mondom, hogy figyelj, ha csak valami kicsi dolgot beszélek neki, haza tudtam volna hozni. De egyszerűen, nem tudom, kifogás lesz vagy sem, egyszerűen valami azt mondta, mondta a szívem, hogy nem. Nem, ilyen egyszerű csajokat nem. Lehet, amúgy lehetett volna, lehet nem. Mindegy, ez egy másik történet. Vizet igyatok, ne sört, ne pálinkát. Rizmester.